1922. június 10-én rendeztek először passiójátékot Mikó falván. A 100 évvel ezelőtti eseményre vasárnap egy egésznapos ünnepséggel emlékeztek a faluban. Jézus szenvedés történetét a Gyöngyösi Játékszintársulata adta elő. A rendezvény lebonyolításához a helyiek a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül 2 millió forint támogatást kaptak, de a program költségvetése megközelítette az 5 millió forintot. Bajnoki címet szerzett az MB2-es bajnokságban az Esterházy SC férfi röplabda csapata. A mindössze 2 szezon óta együtt játszó egriek idén nem jelezték MB1-be való feljutási szándékukat, így a keleti régió győztes csapataként befejezték az idei küzdelmeket. Az egyetem vezetése az érmek átadásával köszöntötte a játékosokat.